Természettudományos területen, illetve hátrányos helyzetű településeken még mindig jellemző a pedagógus hiány. A szakmának jó hír azonban, hogy egyre többen jelentkeznek tanárképzésre. A Nyíregyházi Egyetemen a 2017-2018-as első fél évben például 123 hallgató kezdi meg tanulmányait osztatlan tanárképzésen. A Nyíregyházi Egyetemen az osztatlan tanárképzésre felvett hallgatók létszáma nagy örömünkre nőtt, egy olyan 20%-os növekedést tudhatunk az előző évhez képest ebben a tanévben. Ebben még nincsenek benne a pótfelvételi adatok, ezeket ugyanis a napokban várjuk, tehát még némi növekedés ezen túl is tapasztalható majd. Az osztatlan tanárképzés 10 fél éves tanulmányi időt jelent az érettségi után. A diákok itt két szakot is tanulnak. Azok, akik valamilyen oklevéllel már rendelkeznek, pedig egy rövid ciklusú mesterképzésen kaphatnak tanári végzettséget. Néhány tanárképzésen gyakorlati vizsga is szükséges a felvételéhez, ilyen például a rajz, énekzene és testnevelés szakos pedagógus. A legutóbbi felvételi időszakban a középiskolások 21 intézménybe jelentkezhettek tanárképzési szakokra, a számok itt is növekedést mutatnak. Az osztatlan tanárképzésre jelentkezők és felvettek száma folyamatosan bővül 2014 óta. Ugye akkor került 13-ban került bevezetésre ez a képzés. Az elmúlt években, illetve 13 óta is töretlen a növekedés, 14-ben 1600-an kerültek felvételre, az idei évben pedig 2337-en, tehát közel majdnem megduplázódott a felvettek száma, az első helyes jelentkezők száma idén az 3040 volt. A diákok számának növekedését a pedagógus életpályamodell kialakítása is segíti, ezt a Klebersberg központ szakmai elnök helyettese nyilatkozta televíziónknak. Ennek része a pedagógusok béremelése, amely 4 lépcsőben történt az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően szeptembertől átlagosan 3,5%-kal magasabb fizetést vihetnek haza a tanárok, valamint további differenciált emeléssel is számolhatnak. Ez kétféle dolgot jelent, ugye egyrészt is ez a fontosabbik része, hogy az osztályfőnöki pótlék, a munkaközösségvezetői pótlék, illetve az igazgatóhelyettesi pótlék, az ugye törvényi szabályozásban tolig határban van meghatározva százalékban, és ez ugye gyakorlatilag eddig is lehetőség lett volna úgymond ennek a differenciálására, de hát jól tudjuk, hogy mindenki, illetve a KK-n belül mindenki a legalsó határon adta ki a költségvetés szerint a pénzt rá, tehát mondjuk egy osztályfőnöki pótlékot 10%-on. Ennek a középrehúzása történik meg most. Tehát gyakorlatilag minden intézmény, ha van 30 osztálya, akkor 30-szor 10%-kal többet fog kapni az osztályfőnöki pótlékra. Így például egy egyetemi oklevéllel rendelkező osztályfőnök a jelenlegi 18.900 forint helyett akár 60.900 forintot is hazavihet, ha a maximális összeget kapja az iskolától. A következő 5-10 évben egyre több pedagógus éri el a nyugdíjkorhatárt, ezért is lenne fontos az utánpótlás, tette hozzá Hajnal Gabriella. Pozitívum azonban, hogy a pálya elhagyás egyre kevésbé jellemző a szakmában.